Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Megvannak az újra tervezett reklámadó kényes részletei, 100 milliós árbevétel fölött kell majd 5,3%-ot fizetni, ami annak örömtelien kevés, aki eddig 50%-os büntetőadót fizetett, drámai viszont a korábban adómentességet élvező kisebb piaci szereplőknek a számára. Urbán Ágnes a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogyan rendezi ez át a piacon? Ez egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy a korábbi adókulcsok erősen piac torzító hatása, ami gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy egy cégre, az RTL klubra volt kihegyezve, ez a piac torzító hatás, ez megszűnt. Tehát most sokkal, ha úgy tetszik, sokkal igazságosabb, sokkal jobban szétterül a piaci szereplők között. Ugyanakkor ez egyben azt is jelenti, hogy a szektor egészére viszont kifejezetten negatív hatással jár, hiszen azért az RTL-ről sejtettük mindannyian, hogy bármi is történik, túl tud élni egy nagy tőkeerős tulajdonossal a háta mögött. Most sok olyan kisebb, vagy inkább azt mondom, hogy közepes méretű vállalkozást is érint a reklámadó, amelyek mögött nem áll ilyen tőkeerős tulajdonos. Adott esetben eddig is a nyereségesség határán voltak, vagy éppen már veszteségesek voltak. Tehát bizony nagyon, nagyon negatív hatása lehet ennek is, csak más szempontból, mint a korábbi adókulcsoknak. Tehát arra is számítanunk kell, hogy lesznek olyan vállalkozások, vagy akár bevezetett, megszokott márkák a médiapiacon, amelyek ennek hatására fognak eltűnni? Igen, erre tulajdonképpen ez bármikor benne van a pakliban a magyar médiapiacon, mint ahogy egyébként szűnnek is meg márkák, elsősorban például a lappiacon érezhető ez. Éppen ezen a csatornán mondta Weyer Balázs tegnap este, hogy tulajdonképpen nem teljesen érthető, hogy ezek a médiavállalatok, vagy a médiavállalatok egy része hogy tudott működni az elmúlt években. Sőt, van egy kutatás, a White Report kutatása, amiből tudjuk például 2013-as évre, hogy a médiavállalatok egyharmada volt veszteséges. Ugye ez azért 5% a reklámbevétele nem tűnik soknak, de hogyha valaki eddig is veszteséges volt, akkor ez az 5% taszíthatja a megsemmisülésbe? Igen, vagy eddig valahogy próbálta még fedezni a veszteségeket abban bízva, hogy egy későbbi növekedéssel majd ezt a dolgot megoldja. Gyakorlatilag beviheti a mélyütést ezeknek a billegő cégeknek ez a reklámadó. Reklámadó ilyen százalékban más nyugat-európai országban is van, tehát ez nem egy példátlan ötlet. Ott mit okozott a bevezetésé? Nagyon sok függ attól, hogy milyen piaci körülmények között vezet be a kormányzat egy ilyen adót. Azt tudni kell, hogy a magyar médiapiac, és ennek sok oka volt, hogy miért alakult így, de nagyon-nagyon nehezen heverte ki a 2008-as válságot. Tulajdonképpen a tavalyi év volt az első, hogy érdemleges reklámpiaci növekedés lehetett mérni. Hosszú-hosszú évek kvázi stagnálása után volt egy 7,8%-os növekedés. Hogyha egy ilyen helyzetben, amikor egy sok éves válságot éppen kezd kiheverni a piac, tehát ha egy ilyen helyzetben vezet be egy kormányzat reklámadót, akkor ez bizonyos cégekre nagyon-nagyon rosszul hathat. Természetesen akkor, amikor éppen egy ilyen stabilabb, növekedő időszak van, ahol minden cég már jövőbeni beruházásokon gondolkozik, növekednek a bevételek, egyebek, akkor azért jobban túlélhető. És persze az ördög mindig a részletekben van, tehát mondhatjuk azt, hogy 5,3 vagy 5% vagy akármennyi, de azért nagyon sok függ attól, hogy milyen szektorspecifikus szabályok vannak, mi a adómentesség határa, tehát nem lehet csak 100 millió forint. Igen, de itt a külföldi példáknál is meg kéne nézni. Tehát hogyha ilyen nemzetközi összehasonlításba akarunk belemenni, akkor nagyon részletesen az összes paramétert meg kell vizsgálni. Ezt kifejezetten a médiumokat hozza nehéz helyzetbe, a tévéket, rádiókat, újságokat, vagy a médiapiac egyéb a fogyasztó számára annyira kevésbé látható szereplőit is, mint amilyenek az ügynökségek, a médiavásárló cégek, mindazok, akik közben vannak iktatva a hirdető és a hirdetés megjelentetője között? Természetesen egy ilyen adó bevezetése mindenkit érint, tehát
hogyha van egy piaci ökoszisztéma, ahol különböző szereplők vannak, ugye nem elképzelhető, hogy az egyik szereplőt nagyon érint valami, és a többi szereplő pedig észre sem veszi. Azért azt tudni kell, és ez egy másik probléma, hogy azért az ügynökségek működése, média ügynökségek működése is nagyon sok szempontból átláthatatlan. Ugye voltak ilyen hírek még egy-két évvel ezelőtt, hogy ott a kormányzat úgymond rendet akar csinálni ezen a piacon. Például a rabatokat, a visszafizetést akarta megakadályozni. Igen, most gyakorlatilag kiderült egy interjúból a közelmúltból, a Nemzeti Kommunikációs Hatóság vezetője adott egy interjút, gyakorlatilag egyértelműen kiderült, hogy egyáltalán nem akarnak hozzányúlni ehhez a piachoz. Most szépen mindenki tudomásul veszi, hogy ez ilyen némileg átláthatatlanul működik, oda-vissza mozognak a pénzek. Ami azt jelenti, hogy a média vállalkozás az befizeti az adót egy olyan bevétel után, aminek egy részét vissza kell fizetnie amúgy is rabatban a média vásárló ügynökségnek, aki elteszi, köszöni szépen, jól járt. Igen, gyakorlatilag ezek az úgynevezett bónuszok működtetik a piacot, tehát az ügynökség, ami valóban egy ilyen közvetítő szerepben van, nem csak a hirdetőtől jut bevételhez azért, hogy megtervezze optimálisan a kampányt, hanem egyben és egyre inkább a médiumoktól is visszakap pénzt azért, hogy ott költötte el a hirdető pénzét. Tehát ez egy nagyon-nagyon zavaros helyzet, és tényleg nem átlátható. És ebben nem fog beállni a reklámadó miatt sem valódi változás, tehát a piac maga nem fog elkezdeni tisztítani ezeket a viszonyokat? Nem, nagyon úgy tűnik, hogy a piacnak egyáltalán nem érdekel, hogy tisztuljon ez a kép. Hogy érinti ez a változás azokat a szereplőket, akik a saját maguk reklámozása miatt kerülnek az adóhatálya alá? Azok, akik megrendelőként lépnek fel olyan vállalkozások felé, amelyek nem esnek a médiaadó hatálya alá, hiszen külföldön működnek, mint a Google vagy a Facebook, nem tudom, hogy ezekre gondolta. Igen, például valóban, mert hogy egyre nagyobb része megy a reklámköltésnek az internetre, és az interneten belül azokhoz a szereplőkhöz, akiket nem tud utolérni a kormány, de a hirdetőt igen? Igen, ők jobb helyzetbe kerültek, mert az eddigi 20% helyett most 5%-os kulcs vonatkozik ezekre a költésekre, de azért szeretném csöndben megjegyezni, hogy néhány hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt, amikor a reklámadó berobbant a köztudatba, akkor ugye nagyon erősen kommunikálta a kormányzat, hogy ezeket a nagy globális cégeket is meg akarja adóztatni. Most már erről óriási csönd van, nyilván rájöttek arra, hogy hiába próbálkoztak egyébként, tehát lehetett erről hallani, hogy fel is vették a kapcsolatot. Hát persze felvenni egy kapcsolatot nagyon könnyű, csak rábírni valakit az adófizetésre az egy kicsit más történet. Tehát mondhat valamit a magyar kormányzat, vagy a törvényalkotás, vagy bármi, ettől még a Facebook nem fog meghatódni. Okozhat olyat ez az új reklámadó, most nem kifejezetten az előző kulcshoz képest legújabb, hanem egyáltalán a reklámadó bevezetése, aminek az eredményeképpen még nagyobb része megy a hirdetési költésnek ezekhez a külföldi internetes szereplőkhöz, és nem a magyar tartalomgyártókhoz? Lehet egy ilyen hatása, de egyébként is annyira erős ez a folyamat, hogy tulajdonképpen nem elválasztható, hogy mi miért van. Tehát biztos, hogy folytatódni fog ez a tendencia, és utólag nem fogjuk tudni megmondani, hogy hogy alakult volna, hogyha nincs reklámadó. Ez egy létező jelenség, valószínű, hogy a reklámadó tovább erősíti. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta a véleményét.